Két napon keresztül hallgathattak meg a SERT és ágazat aktuális helyzetével kapcsolatos szakmai előadásokat az oktatási programban résztvevő diákok, pedagógusok és egyetemi oktatók. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége által szervezett kétnapos program egyedülálló kezdeményezésnek számít Magyarországon. Tapasztalt szakemberekkel elkezdik, és mi úgy gondoltuk, hogy erre a szakközépiskolák, a szakmai intézmények jó helyszínek lehetnek, hogy mind az ott dolgozó oktatók részére, az ott dolgozó fiatal diákok részére, de a szakmában már nagy tapasztalatokkal rendelkező, illetve a bizonyos ágazatokat most ilyen pillanatban itt a NÉBIK-nek, a NR nyilvántartó rendszernek a vezetői, ők jöjjenek el. A szakmai szervezet mostani programján az előadók elsősorban az afrikai sertéspestis megelőzésével foglalkozó témákkal készültek. Mi abban gondolkodunk, ahogy ez nagyon sok fórumon is elhangzott, hogy közép-hosszú távon kell az afrikai sertéspestissel számolni a sertéstartóknak, erre pedig egy tökéletes alkalom, hogy a hallgatók, a diákok halljanak erről, hogy mit kell tenniük a jövőben. A képzési napnak helyet adó Szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskola igazgatója szerint óriási igény van a pedagógusok és az egyetemi oktatók körében arra, hogy első kézből hallhassanak az ágazatot érintő kihívásokról és eredményekről. Ez azt gondolom az érdeklődés is mutatja. 15 olyan Agrárminisztérium fenntartásában működő szakközépiskola, szakgimnázium vesz részt a rendezvényen. Azt gondolom ez is egy nagyon szép mutatószám. Illetve hát azt is el kell mondjuk, hogy valamennyi felsőoktatási intézmény, egyetem képviselői itt vannak, ahol a sertés ágazattal, sertés képzéssel foglalkoznak. A kétnapos szakmai rendezvényen összesen több mint 100 résztvevő hallgatta meg az előadásokat.